A nap során sok program várta a kicsiket és szüleiket is, hiszen volt itt kutyás bemutató, interaktív játék, kézműveskedés és műsor is. Itt a harmadik állomása van ennek a rendezvénynek, a családi napot szombatonként rendezi meg a Dériné Művelődési és Ifjúsági Központ egy sikeres pályázat alapján, Harcagváros Önkormányzat és a megyei önkormányzat támogatásával. Most a színhely, a Szélmalmi Fogadóház, úgy hiszem, hogy a egyik legjobb színhely, ez a felújított épület mellett az udvar szinte tele van gyerekekkel, családokkal. Nagyszülőktől az unokákig, a szülők és gyermekeik együtt tölthetik itt ezt a mai napot. Sok-sok rendezvény volt már, zajlott már 10 óra óta, ahogy kezdtünk, egy kutya bemutatóval, és nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és főként elsősorban a lányok, a kislányok jelentkeztek a kutyával a kötélhúzó versenyre. Két kutyával is kipróbálták, nagyon tetszett nekik. Van arcfestés, van sárkányvárdobálás, és kint a Halom utcán, egy lezárt útszakaszon, a kerékpáros ügyességi pályán is kipróbálhatják magukat a gyerekek. Nagyon sokan jöttek el, több mint 200 már a regisztrált résztvevőnk, és hát a délelőtti műsort is nagyon sokan hallgatták, illetve táncra perdítették a nézőközönséget a fellépők, és hát reméljük, hogy a délután folyamán is kedvez nekünk az időjárás, és így a család, mint a nemzet alapegysége ezen a szép napon itt együtt töltheti ezt a mai délutánt is. Én nagyon remélem, hogy minél többen élvezik, és fogják használni az itt lévő lehetőségeket. A Máltai Szeretett Szolgálat, a Bengecseg Alapítvány segítségével, és hát nem utolsó sorban, sőt elsősorban a Dériné Művelődési Központ munkatársainak segítségével sikerült megrendezni ezt a, most már úgy mondom, hogy hagyományőrző rendezvényt, mert részben ugye a hagyományok bemutatása is, másrészt ez már ugye a harmadik állomás. És hát mindenkinek továbbra is nagyon szép napot, jó szórakozást, sok vidámságot és kellemes időtöltést kívánok. A népi ételek kóstoltatása közben keresték a városrész legfinomabb süteményét is. Döntés már megvan, nyilván az eredményhirdetés majd 3-3-kor lesz, tehát azt még nem árulhatom el, de a 9 sütemény jött be, és csak picit-picit kóstoltunk, de finomabbnál finomabb, ízletesebbnél ízletesebb süteményeket kaptunk. Látszott, hogy nagy gondossággal készültek a pályázók erre a mai versenyre. Én úgy hiszem, hogy a zsűri igen, hát konstruktív döntést hozott a eredménnyel kapcsolatban, és hát nagyon finom ebéddel is vártuk a megjelenteket. És hát most elmondhatjuk már, hiszen a meglepetés vendég már úton van, és hamarosan ide fog érkezni. Ki lesz ő? Hát ha most már elmondhatom, engem erre nem hatalmaztak fel, de elmondhatom, és azért itt már terjednek, hallottam, hogy sejteni vélik, hogy ki lesz. Gáspár László van felkérve a mai délutánra, és reméljük, hogy időben ide is ér, de nagyon sokan várják szeretettel, és hát nagyon szeretjük.